Vannak olyan emberek az életemben, akikkel már az első találkozásnál egy nagyon erős, feltétel nélküli bizalmat érzek. Mintha mindig is ismertem volna őket. Hiába találkozunk ritkán, mindig mosolyul az arcomra, ha látom őket. Ők pozitív, őszinte, közvetlen személyiségek, és az idő előre haladtával sem csalódok bennük. Mai adásunk főszereplője számomra éppen egy ilyen ember. Sokan ismerik őt a televízió képernyőjéről, hiszen sokoldalú személyiségét megmutatta már a nézőknek. Több hazai és világsztár bőrébe is belebújt egy tehetségkutató műsorban. Most viszont az ő ruhatárát nézzük meg. Vencz Lizórát gyerekkora óta vonzotta a Rivalda fény. Mindig is tudatosan a színpadra készült. Először egy sorozatban, majd egy tehetségkutatóban mutatta meg, hogy mennyire sokoldalú. Zóra jelenleg pedig a Pesti Magyar Színházban játszik. Zóra, téged egy tehetségkutatóból ismerhetnek nagyon sokan, de igazából színésznő vagy, és ezzel töltöd a mindennapjaidat. Mesélj egy kicsit, hogy mostanában mi munkálkodsz. Igen, hát nagyon küzdök azért, hogy ott legyek majd, ahol egyszer lenni szeretnék. Ki mered mondani? Hát nagyon szeretnék zenés színházban dolgozni, vagy bármilyen színházban egy kis időt eltölteni, ami mondjuk egy darabnál hosszabb idő, és most ezen nagyon dolgozom. Illetve nagyon szeretnék majd egy saját zenét, majd így a későbbiekben, lehetőleg még ebben az évben. Zenekart? Együttes? Én nagyon szeretnék amúgy zenekarral dolgozni, de hogy így meg szüli majd az élet, szóval ez még kialakulóban van. Most próbálsz éppen valamit? Most igen, próbálok, lesz majd egy bemutatóm a Vidám színpadon, a Tasnádi Csabával, és nagyon élvezem, csak olyan nehéz így visszarázódni a próba időszakokban, mert nagyon rég volt ilyen komoly próbaidőszakom, de ez nagyon jó. Akkor ez izgalmas most nagyon. Nagyon izgalmas, de küzdelmes és izgalmas. Mondhatjuk azt, hogy kicsit ilyen furi a te, vagy szokatlan a személyiséged, de nagyon pozitív, és az öltözködésed is. Furi. Igen, nagyon kihat az öltözködésemre is a furcsa személyiségem, hiszen valahogy van bátorságom öltözködni úgy, ahogy én szeretnék, és ez egyébként nem mindig volt így, de amint így elkezdtem tisztában lenni önmagammal, így bármit felmerek venni, ami nekem tetszik, hiszen az a fontos, hogy nekem tetszen, meg anyának. De általában az a jó, hogy mindenki így néha így, de anya mindig azt mondja, hogy jó. Igen, de ez nem csak egy furcsaság, hanem nagyon izgalmas is, ahogy öltözködsz. Honnan szerzed be a ruhákat? Hát általában én szoktam turizni, illetve van egy ilyen varázslatos padlás a nagynénéméknél, ahol nagyon-nagyon sok ilyen vintage, meg régi családi ruhák vannak. Tehát ez nem egy bolt, hanem ez így nem. A család oda viszi a megunt ruhákat? Igen, és már nagyon több évtizedet gyűlnek ott a ruhák, és nem mondod komolyan. És annyira menő cuccok vannak ott fönt, például ez a nadrág is, ami rajtam van, onnan van. Akkor nagymamák, dédnagymamák. Igen, meg a mamának a szekrényében is nagyon sok minden van, amit így fel tudok használni. Nyilván az is sokat segít, hogy visszajött divatba már ez a régi, nagyon sok stílus, de imádom. Igen, kicsit így megint ilyen, nem is tudom, de tényleg, mintha sokszor ilyen nagymama szerkok vannak a boltokban. Igen, színekben, igen. Mintákban is. Igen, igen. De azokkal hogy állsz színekkel, mintákkal? Nagyon szeretem inkább az ilyen egyszerűbb színeket, mint például a fekete, és azt talán kombinálni egy élénkebb színnel, szóval nem szeretek likító színeket hordani, de azért szeretem, hogyha van benne valami ilyen furi. Szóval a mintás dolgokat is úgy szeretem, hogy valami egyszerűvel. Ezek után én már nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen kincseket rejt a gardróbod, de előtte feltennék neked pár villámkérdést. Oké, hozok neked egy pohár vizet. Szuper, köszönöm. Első kérdés, kedvenc ruhadarabod? Cipők. Mondj három dolgot, ami mindig van a táskádban. Rúzs, kézfertőtlenítő, pénztárca. Kedvenc előadód, akinek szereted az öltözködési stílusát. Mondhatnám, hogy stílusikon. Jared Leto. Nagyon.
kedvenc kiegészítő, amiből a legtöbb van? Gyűrűk. Kedvenc színed? Fekete. Mintás vagy egyszínű? Egyszínű. Sportos vagy nőies? Hát nőies. Sportcipő vagy magas sarkú? Sportcipő. Csoki vagy gumicukor? Gumicukor! Vintage vagy designer? Vintage. Köszönöm szépen! Na, ezekből a ruhákból például mi az, ami a padlásról van? Nagyon sok van egyébként a padlásról. Ez például a nagymamámnak egy régi balonkabátja, és ezt nagyon sokszor hordom. Ez az, ami ilyen tavasszal, ez is a nagymamámé volt, ez egy ilyen váltöméses blúz, és ezt fel lehet venni egyébként így összegombolva, vagy teljesen így kigombolva, felkötve, és nagyon jól néz ki mindenhez. Szereted variálni a ruhákat, hogy egy ruhadarabot akár többféleképpen felvenni? Igen, nagyon szeretem. Nekem nagyon fontos az, hogy így a turiban így kincseket vadászni ugyanígy, és ezt például nem én turiztam, de az egyik barátnőm, Orsi, ő turista, és nekem adta. És ez is olyan, mint hogyha egy ilyen mai darab nagyon lenne. És a nagymamád kabátja is baromi jó állapotban vannak. Igen, és fel lehet tenni ezt is egy farmerrel, vagy akár egy elegánsabb ruhával, vagy egy hosszú pólóval, és egy bakancsal, és nagyon-nagyon jó. De azért vásárolsz fast fashionben is? Szoktam, de úgy, hogy mindig vannak ilyen a darabok, amik ilyen különlegesebbek, és azt egészítem ki például olyan dolgokkal, amiket így meglátok a boltban. És mint például ezt a blazert anya a szomszédtól kapta, az övé volt. Szerintem nagyon jó, mert ezt amúgy simán ruhaként is lehet hordani, viszont hogyha így kiegészítem egy ilyen zöld ruhával, ami így extra, akkor például ezt a cipőt, ami a nagy kedvencem, ezt így fel lehet belevenni, és szerintem így nagyon-nagyon jól passzol. Ez nagyon izgalmas, ez a cipő, így igen. Mint kedvenc kiegészítő, mondhatjuk a cipőt? Mert elég extravagáns darabokat látok itt. Igen, nagyon sok féle van, és van egy szörnyeteg, ami a legnagyobb kedvencem, ez a cipő, és már többször lefestettem, mert nem tudok túladni rajta egyszerűen, mert gondolkodtam rajta, hogy most nyáron valami élénk színnel fogom lefesteni, ilyen bőrfestékkel, és egyszerűen mindenki gyűlöli, de én imádom. És de azért imádod, mert mindenki gyűlöli? Nem, mert annyira csúnya, hogy már szép, illetve én szeretem, hogy picit így magasabb vagyok benne, pedig nem vagyok alacsony, de én nagyon szeretem, mert olyan különleges. Igen, több ilyen telitalpú cipőt látok, mondjuk ez is egy csoda. Ez egy kincs, ezt rendeltem, de az benne a történet, hogy nagyon béna vagyok az online rendelésekben, és kettőt rendeltem. És nagyon sokat fizettem érte, és utána olcsóbban adtam el egy lánynak, mert rájöttem, hogy hát mennyire fiatal, meg nem tudom, és hogy örülnék, hogy olcsóbban megvehetnék egy ilyet, azért igen, szóval nem hozta vissza, de legalább nekem is van egy. De annyira kedves tőled, hogy kb. Még te fizetsz azért, hogy neki jó legyen. De belegondoltam, hogy nekem is jó lenne, meg itt van ez a... Ő is egy finom darab. Igen, ilyen nőies és finom, igen. De például mivel vennéd fel? Szinte bármivel. Fekete, gondolom, van ez a ruha, passzos. Ezt is turiztam, 500 forintért. És ezt így övvel szoktam hordani, talán azzal a bőrcsekivel és ezzel a bakancsal, szerintem maga az álom. Meg annyira, nem tudom, annyira, ezt még soha nem láttam senkin, és annyira tudok lelkesedni az ilyen dolgokért. Talán ezzel a bőrcsekivel, ami szintén a padlásról van. Ez a hosszú. Padlás. A padlás, meg ez a nagyon ejtett... Derekú csípő, nadrág. És hát nem tudok elmenni mellette, hogy harisnya van rajtad felsőként. Igen. Ráadásul több? Igen, mert az van, hogy láttam egy videóban, hogy egy hölgy szétvágja a harisnyát, miután kiszakadt, és hogy így ki tehát ez itt a láb. Igen, osz. És középen kivágom, és belebújok, és igazából azért szeretem, hogy több van, mert így bele lehet így az ujjamat is rakni, és akkor ilyen, nem tudom, meg tetszik, hogy itt vállon van, és mivel ki kéne dobni, ezért inkább
így új életet kap, és szeretem, hogy így ezekben a ruhákban is azt szeretem, hogy egy új életet kapnak azáltal, hogy én felveszem őket, és szerintem ez nagyon jó. Igen, meg a fenntarthatóság a számodra fontos dolog. Igen, nagyon sok pazarlás megy szerintem a ruhák miatt. Egyébként azt is látom, hogy azért vannak színek, de akkor is érdekes színek, de a fekete az neked egy kedvenc. Igen, dominál a fekete, mert azt mindennel lehet kombinálni, és egy élénk színnel is szerintem csodásan mutat, illetve a fekete-feketével a kedvenc dolog. Az mindig nagyon érdekes, hogyha egy színt valami izgalmas fazonnal dobnak fel, vagy például egy izgalmas szín, valami nagyon rikító, kap egy kicsit letisztultabb fazont. Kis Márk is így dolgozik, ha jól tudom, akkor titeket nem nagyon kell majd bemutatni egymásnak. Majd nagyon szeretem őt, igen. Ő már vár minket, úgyhogy akkor induljunk el hozzá. Jó. Kis Márk divattervezőként diplomázott a francia Modart divatiskolában, majd divatfotózásokon kezdett el dolgozni, stylistként. Azóta magazinok és tévés produkciók kreatív csapatának állandó résztvevője. Saját márkáját 2009-ben indította el, és időről időre új kollekcióval jelentkezik. Munkáiban jelen van a vintage és a modern haute couture stílus egyaránt. Merész és eklektikus stílusa szokatlan, és ámulatba ejtő kompozíciókban ölt formát. Szia Márk! Szia! Azt hiszem, hogy titeket már nem kell bemutatni egymásnak, hiszen sokat dolgoztatok együtt. Így van, jó látni újra. Téged is! Na hát, nagyon örülök, hogy megérkeztünk végre hozzád. Én is örülök, és igazából annyira csalogató minden, de egy kicsit beszélgessünk nagy általánosságban a te munkásságodról, főleg stylistként lehet látni téged, de van saját kollekciód. Igen. Erről mesélj, kérlek. Igen, igazából ugye a stylist nekem a tervezéssel nagyon összekapcsolódik, tehát nekem nagyon nehéz külön választani a kettőt. Nagyon sok esetben, legyen szó egy fotózásról, vagy egy tévéműsorról, sokszor hozzá készítek dolgokat a meglévő szettekhez, vagy átalakítjuk, vagy mert teljesen a nulláról készítünk. Igen. Szerintem nagyon fontos az, hogy televízióban, tévéműsorokban, főleg showműsorokban extrémebb, izgalmasabb, szokatlanabb dolgokat lássunk, és ezért igyekszem egy kicsit így ilyen extrább dolgokkal megspékelni a ruhákat, de mondom, nagyon sokszor elkészítünk a nulláról ruhadarabokat, és közben igyekszem a saját brandemen is dolgozni és kollekciókat csinálni. Nyilván erre kevesebb idő jut a minden más mellett, de azért, amikor időm engedi, akkor szoktunk készíteni, illetve nagyon sok megrendelést kapunk, és ezeket folyamatosan készítjük. Azt gondolom azért, mert hogy látják a tévében, és akkor azzal keresnek meg, hogy egy olyat vagy ahhoz hasonlót szeretnének? Igen, illetve amikor időm engedi, akkor szoktunk csinálni divatbemutatókat, és akkor ott is a közönség láthatja, és olyankor is szoktak rendelni. De a kollekció is azt fedi, hogy egy-egy darab készül el, gondolom. Igen, egyedi darabok készülnek, és akkor megrendelésre el tudjuk készíteni méretben utána. És ott mi a koncepció általában? A kollekcióknál változó, éppen mindig van egy téma, vagy egy valami dolog, ami meginspirál. Nekem a kollekció tervezése sokkal összetettebb, mint egy ruha, mert ott mindig egy sztorira, egy történetre fűzöm föl, és ott a zenétől kezdve a beautyig mindent kitalálok, és nagyon, nekem az nagyon szeretem csinálni, és nagyon hiányzik is, amikor éppen más dolgokkal foglalkozom, de igyekszem ezt így belecsempészni, például a tévéműsorokban is, hogyha mondjuk olyan produkciók vannak, amikor nem lemásolni kell mondjuk egy produkciót, vagy egy videoklipet, akkor igyekszem egyedi dolgokat belevinni, például a szereplőknél egy picit, mint ahogy az Oránál is annó, egy kicsit úgymond imidzset is építeni. Nekem nagyon izgalmas az, hogy főleg ha új emberekkel találkozom, hogy egy picit megfogni a karakterét, és azt egy kicsit így konkretizálni, vagy egy kicsit eltúlozni, mert a tévében mindig kell az, hogy egy kicsit túlzás legyen, mert akkor lesz egyértelmű szerintem a néző számára, hogy ő milyen karakter. Az
Zórát milyen karakternek ismerted meg, mert ő önmagában is elég extravagáns. Igen, elsősorban ez tűnt föl nekem is, hogy egy kicsit bolond, jó értelemben. Igen, akkor őt bátran öltöztetted. Abszolút, és egyébként neki szerintem baromi jó stílusa van, tehát azt lehet látni, hogy az ő megjelenése is stílusos, és ez nem egy, nem azt mondanám, hogy trendkövető, hanem inkább egy ösztönös. Tehát a ruhák, amiket összeválogat, eklektikus, van benne vintage, van benne egy-két trendi darab, de nem mondanám azt, hogy ilyen nagyon tudatosan követni az aktuális trendeket, hanem ez egy ilyen belső ösztönös dolog. És ami az ő világát. Abszolút, igen. Nem tudom, kiegészíti. Abszolút mutatja, igen. Teljesen odáig vagyok. Egy az egyben, és emlékszem, hogy egyszer-kétszer, amikor így kivett egy ruhát, én közel voltam a síráshoz, nem tudom, annyira megtisztelő volt felvenni azt a ruhát, amit így tervezett a márka. Igen, egyébként sokszor adtam rá saját tervezésű ruhát olyan produkcióknál, ahol ugye nem másolni kellett valamit, és nekem az ő karaktere nagyon inspiráló, és úgy arcra, úgy a természete és a megjelenése. Az alkata. És abszolút el tudtam képzelni a saját tervezésű ruháimban őt. Zóra, neked van valami, amit szívesen felpróbálnám? Vagy esetleg márk van olyan, amit megnéznél Zórán? Én szerintem ez egy olyan izgalmas darab, ami szerintem az ő karakteréhez nagyon illene. Úgyhogy ha gondolod, akkor ezt felpróbálhatjuk, de ha látsz valami olyat, akkor... Hogy mi ez? Ez egy kosztüm egyébként, nadrág kosztüm, és itt a vállán van egy ilyen izgi kivágás, kicsit ilyen retro hangulata van, egy ilyen vintage, kicsit ez a 60-as, 70-es évek, és szerintem ezért is illik az orrához, mert szerintem benne is van egy kicsit ilyen vintage hatás. Ezt szereted te is, nagyon mami cuccokat azt mondtad. Igen. Jó, még esetleg valamit te, van amit... Én ebben most beleszerettem. Egyébként, amit a Márk rám adna, bármit felvenni. Van még esetleg valami? Szerintem vagy próbáljuk ezt föl, és akkor utána még nézzük. Jó, oké, és tessék, odaadom. Ez nagyon szép, de nagyon. Viszont legközelebb ezt szeretném majd. Ez milyen szín, nagyon durva. Gyönyörű. De ami rajtad van, az olyan, mint egy ékszerdoboz, vagy maga egy ékszer az egész ruha. Igen, itt az anyagnak a halmozása volt igazából fontos számomra, mert nagyon izgalmas a textúrája, és minél többet akartam belőle a ruhán. Illetve készült egy zseb is a nadrághoz. Jaj, de jó. Nekem nagyon izgalmas ez a részlet, hogyha mondjuk zsebre van téve a kéz, akkor ez a fodor is szépen ívelődik, és ez a színjátszó textúra, ez így megmutatkozik. Nagyon jó. Mesés. Nem tudnék itt választani egyébként, hogy mi az, amit vinnék magammal. Vagy mondjam el még egyszer ma utoljára, hogy egy zseni. Most én? Egy zseni. Igen. Nagyon szépen köszönöm, és köszönjük, hogy beengedtél minket örülök, ide. Hogy jöttet. Zóra, köszönjük szépen neked ezt a mai napot. Én köszönöm nagyon. Ti pedig ne menjetek sehová, mert már is jön Fanni. Egyszerre lehet nőies, elegáns és vagány. Ez a fekete szín, ami Zóra kedvence. Lillával most mutatunk pár trükköt, hogy hogyan tehetjük izgalmassá az összképet, anélkül, hogy az komornak tűnne. Szerinted miért nem megy ki a fekete sosem a divatból? A fekete az egy örök divat, körülbelül ugye 1920-as évektől, amikor ugye Chanel azt mondta, hogy a kis fekete az a kötelező alapdarab, a minden nőnek a ruhatárában ott kell, hogy legyen, és ez ugye manapság abszolút már szinte trendi, hogyha valaki feketébe jár, mert akkor az nagyon sikkes, nagyon egyszerű, letisztult, viszont nagyon jól lehet variálni a fazonokat. Milyen összeállításokat hoztál? Én most próbáltam igazából mindenféle stílust keverni, vagy ha már Chanelt említettem, akkor ugye a tweed anyagot is hoztam, de különböző textúrákat szeretnék, stílusokat párosítani, hogy megmutassuk, hogy mennyire lehet variálni jól ezt a színt, akár egymással, úgyhogy ez ne legyen unalmas. Akkor nézzük is ezt a cuki tweed anyagú ruhát.
Nagyon sokan választják a fekete színt, de mindenkinek jól áll. Igazából szerintem mindenkinek jól áll, attól függ, hogy milyen fazont vesz föl. És most egy nagyon aranyos ruhát választottál, mint hogyha iskolás lennék és készülnék a padban, mert csak a hátizsák hiányzik a hátamról. Igen, ez egy klasszik tweed anyag, ugye kis csipkével, meg gombokkal, gyöngyös gombokkal, abszolút ilyen Chanel hangulatú vagy hatású, úgyhogy azért választottam ezt, mert hogyha már kis fekete és Chanel, akkor nyilván ez dukál, és ugye ehhez egy most divatos ilyen fűzős loafert választottam, meg egy fehér fodros zoknit, ugye, ami passzol a gallérothoz. Akkor ez számít a tipikus kis feketének? Igazából a kis fekete az egy ilyen gyűjtő fogalom, mert abban szinte minden beletartozik, ami ruha. Akkor a következő is egy kis fekete lesz? Nem, most egy kicsit megvariáljuk, legyen egy short és egy felső. Nézzük. Itt azért több különböző stílust is kombináltál. Igen, itt, ami most nekem is nagyon tetszik, illetve most divatos, ugye ezek a puffos ujjak, vagy ilyen díszes várrészek. És széles vállakat is csinál, nem? Igen, úgyhogy abszolút előnyös nagyjából minden testalkatnak, főleg azoknak, akik mondjuk ilyen körtealkatúak, úgyhogy ezzel így lehet egy picit így növelni a vállunkat. És ugye egy sortot választottam hozzá, ami egy ilyen bermuda, ami térdig ér. Meg kell választani ugye ezt ahhoz, hogy kinek áll jól, de neked is mondjuk lehet, hogy vagy egy rövidebbet választottam volna úgy szívem szerint, vagy ugye egy hosszabbat. Viszont, hogy ugye nőies legyen ez a kis short, ezért hát egy sportcipőt választottam, amitől még nem lett nőies, viszont egy olyan zoknit, amin ugye ilyen díszes kövek vannak, ami passzol a táskádon lévő kövekhez is. És a feketét milyennel érdemes kombinálni? Aranyjal vagy inkább ezüsttel? Mert te most ezüst példát hoztál. Igen, az ezüsttől egy picit ilyen hűvösebb lesz, mondjuk ez inkább hétköznapokra mondjuk jobb, hogyha nem akarunk teljesen ilyen komor feketék lenni, akkor az ezüst az azért egy pici csillogást víz. Ha aranyat választanánk, akkor azért az egy picit ünnepélyesebbé tenni. És nézzük is a következő szettet, amibe belecsempésztem egy kis színt is. Nézzük! Nagyon szeretem ezt a kis zsákruhát, ez az a fazon, amit tényleg minden nőnek jól áll, valószínű, hogy nem a férfiak álma ez a ruha, mert hogy mindent eltakar, viszont nagyon kényelmes, jó kis praktikus darab. Igen, ez nem az a fekete egyébként, ami karcsúsít. Hát ez nem, viszont ez alatt ugye lehetünk bármekkorák, bármekkora lehet a hasunk, a popunk, a combunk, úgyhogy ez egy tényleg ilyen tökéletes ápol és eltakar ruhadarab. És egy papucsot választottál hozzá, illetve egy jacket fogok még. Igen, ezt még rád adom. Ezt a bird jacket azért adtam, hogy ugye ezt a kis mama fazonú ruhát egy kicsit vagányabbá tegyük, illetve hogy ez a bőr vagy műbőr anyag jól mutat ehhez a matt ilyen karton ruhához. És egy olyan papucsot választottam, ami egy jó ilyen monumentális nagy darab, mert ugye nagy ruha van rajtad, egy ilyen díszes bőrdzseki, és ahhoz jól mutat, hogyha a cipőnk is egy picit ilyen nagyobb darab. És egy fehér pólót választottál a ruha alá, de milyen színekkel párosíthatjuk még a feketét? Igen, a feketét szeretik fehérrel hordani, ugye, mert akkor megmarad ez a letisztult színvilág. Ha mondjuk egy neon színt, ami most divatosan élénk színeket választunk, akkor ugye attól egy picit friss lesz a megjelenésünk, fiatalosabb, most divatosabb. Ha barnát választunk, akkor ugye komorabb lesz, ha kéket, az szerintem nem is néz ki jól, úgyhogy ezt ne válasszuk. De a feketéhez amúgy igazából minden szín párosítható. Akkor nézhetjük az utolsó outfitet. Igen, tessék, legyen egy szexi ruha egy mellénnyel. Talán a legvagányabb összeállítás. Igen, nyilván a végére hagytam azt, ami igazán dögös, egy jó magas sarkú van. Ez egy nagyon szexi, kicsit ilyen plisszírozott, ilyen kivágott ruha. Nagyon finom anyaga van, viszont ehhez ugye azért adtam egy mellényt, hogy azért ne csak egy ilyen egyszer lenge ruhába legyél, illetve egy ilyen kivágott orrú
boka csizmát adtam, ami tavaszra tökéletes. Ezt a mellényt még mihez lehetne felvenni? Igazából ez egy ilyen Jolly Joker darab, mert simán egy farmer póló kombóhoz, egy elegánsabb nadrág blúzhoz is föl tudjuk venni ezt. Ugye ez tavasszal vagy a nyári időszakra tökéletes zakó helyett. Döntsünk meg egy nagyon fontos sztereotípiát, hogy a fekete az tényleg karcsúsít? Hát én azt mondom, hogy a fekete az esetleg nem emel ki dolgokat. Nem leszünk tőle, nem tudom, top modellek. Úgyhogy én azt mondom, hogy sajnos az nem slanki. Akkor mégsem lehet kilókat lefaragni a fekete színnel. Hát azzal nem. Maximum, nem tudom, magunkat tudjuk becsapni, de nyilván mindenki ezt mondja, úgyhogy én is így beállok a sorba, de nem. Köszönöm szépen a mai tippeket is. Ennyi volt már a stílót. Tartsatok velünk jövő hét hétfőn is. Sziasztok!